Ha nincs a vírusjárvány, már áprilisban felavatták volna a Padhantón a trianoni emlékművet, melyet a település lakói közadakozásból emeltek a 100. évforduló alkalmával. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, az összefogás szép példája mindaz, amelyet a település lakói megmutattak. Tényleg civil kezdeményezéssel egy olyan pont jött létre ezen a településen, ahol nem csak június 4-én, hanem nemzeti ünnepeink alkalmával is majd méltó módon tudnak megemlékezni akár az iskolások, az óvodások, mindenki, aki itt él. Az emlékmű felállítását Bíró Sándorné kezdeményezte, akinek ötlete hamar fogadókészségre talált a településen. Csak úgy szájról szájra is, hála Istennek, nagyon sokan támogattak anyagilag is, úgyhogy anyagi gondunk ilyen téren nem volt. Nagyon sokat dolgoztam, kaptam hideget, meleget, de ilyenkor azt mondta mindenki föl a fejjel, ez ezzel jár. Dávid Tímea, a Padhant polgármestere arról beszélt, Trianon sebeit csak az állandó megemlékezéssel lehet valamelyest gyógyítani. Az elcsatolt területek, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és Őrvidék magyarjai eddig is érezték, tudták, hogy hová tartoznak. Magyarország a magyaroké, határon innen és túl, és az anyaország nem engedi el gyermekeit. Az apadhanti trianoni emlékművet megkoszorúzták a térségben élő nemzetiségi egyesületek képviselői is.